Litván labdarúgó szövetségi kapitány lett a fradista Nyakas Székely, aki Skóciában lelt futballotthonra, de Ugandában sem vallott kudarcot. László Csaba trénertől a balti ország kispadján a 2016-os EB kijutást várják, most negyedikek lettek a csoportjukban. A telefonvonalban László Csaba. Halló, jó reggelt kívánok, szervusz Csaba! Jó reggelt, szia! Mikor utoljára beszéltünk, tavaly októberben így telefonon, akkor is tárgyaltál a litvánokkal. Az az én első kérdésem, hogy miért húzódott el ez a megállapodás eddig? Hát így szokás szerint azt el kell hozzá kell tenni, hogy még Litvániában, meg ugyanúgy még nagyon sok más országban nem kezdődött el a bajnokság, meg hát 2016 messze van, úgyhogy nem kellett elsértni a dolgot, nem most a viccet félretéve tényleg. Ezt azt hiszem, hogy nagyon sok országban is praktizálják, hogy úgy valahogy január környékén megállapodnak edzőkkel, vagy szövetségi kapitányokkal. Ez most Walesbe, vagy épp mondjuk Írországban se volt másképp. Ha jól tudom, akkor Magyarországon is, amikor én Magyarországra kerültem, akkor a Lothar Matthäusszal valamikor úgy január környékén állapodott meg a labdarúgó szövetség. Hát ez most itt Litvániában is úgy volt, abból a szempontból, hogy az igazgató tanács az most ült össze, és hát most döntötték el, hogy ki lesz. Na azt mondd meg, közül. Igen, azt mondd meg, hogy végül is hány vetétárs volt a látókörben, és miért rád voksoltak? Hát azt most nem tudnám megmondani, hogy még hány emberre tárgyaltak, mert tehát ez nem is rám tartozik. A lényeg az, hogy azt hiszem, hogy én voltam az első, akivel tárgyaltak, aztán végül is én lettem a befutó. Azt hiszem, hogy az utolsó körben három ember maradt, és ez a három közül választotta ki az igazgató tanács, hogy ki fogja vezetni a litván válogatottat 2016-ig. Hogy miért mellettem, hát most ez jó kérdés. Ezt nagyon gyorsan, így két perc alatt nagyon nehéz összefoglalni. A lényeg az, hogy szerintem azért értem el olyan eredményeket szövetségkapitányként is Ugandában, ami egy nagyon fontos dolog volt számukra. Most nem akarom Ugandát összehasonlítani Litvániával, ez két különböző dolog, de az a lényeg, hogy van tapasztalatom, úgy, mint szövetségkapitány, dolgoztam a magyar válogatottnak is pályaedzőként Lothar Matthäus mellett, úgyhogy onnan is tudtam szerezni tapasztalatot, meg azon kívül ugye a klubfutballban is dolgoztam, úgyhogy nekem biztos, hogy az egy nagy előny volt, hogy nem csak klubedzőként, hanem szövetségnél is tudtam dolgozni, ami plusz pontot számít egy ilyen döntésnél. Világos, értek akkor, tehát a sokoldalúság volt az, ami valószínűleg hát, sokat nyomott alapban. Igen, na most azt mondd meg, hogy mennyire ismered már, meg gondolom az elmúlt hónapokban erőteljesen tanulmányozhattad a litván futballt, és hogyha a magyarnak a színvonalával összehasonlítod, akkor mi jön ki, mi az eredmény? Hát ez egy ilyen szokásos kérdés, hogy összehasonlítani mondjuk egy másik ország futballját a magyarra, mert azért mi magyarok fejlődni próbálunk, és keressük a helyünket. Én szerintem nem szabad soha összehasonlítani. Akkor ne hasonlítsuk össze. Akkor azt... Nem, azért nem, mert szerintem a magyar futball, vagy épp a német, az angol, a litván, vagy bármelyik futballnak megvan a saját helye. Most én inkább úgy fogalmaznék, hogy biztos vagyok benne, hogy a litván futball ugyanúgy fejlődő képes, és még kell fejlődjön, mint a magyar is, és mind a kettő keresi a helyét. És hát nagyon remélem, hogy a vezetésemmel nagyon hamar megtaláljuk azt az utat, amit ugye el szeretnénk, és el szeretnének érni most 2016-ot. Ez pedig az, hogy te azt vállaltad, hogy kivezeted az EB-re 2016-ban ezt a csapatot, igaz? Hát ígérni semmit nem tudok, vagy, de azt vállalom, hogy a tudásomnak megfelelően és a legjobb tudásomat adva mindent megpróbálunk, hogy ezt a célt elérjük. Most tényleg én mindig távol tartom magam attól, hogy ígérgessünk, vagy ígérgessek. Az biztos, hogy mindent meg fogunk tenni,
hogy ezt a célt elérjük, és hát reálisnak is gondolom ezt a célt, mert itt sok tényező van. 2016-ban, ugye 2016-ig van 4 év, azon kívül azt is el kell mondani, a 2016-os Európa bajnokság egy ilyen könnyített idézőjelben. 24 csapatos, igen. Így van, és ezért ez a cél reális. Persze azt hozzá kell tenni, hogy azt tudjuk, hogy a csoportban mostan negyedikek lettek, nem voltak kitűnő eredményeik a csoportkörben, és a 2014-es világbajnokság azt nem szabad unreálisan kitenni célnak, mert azt tudjuk, hogy nem biztos, hogy elérjük. Most mindegy, hogy ki van a csoportban, vagy ki ellen játszunk, és ez nekem szimpatikus volt, mert ugye a legtöbb helyen, oké, következő nagy torna, amint részt vett egy válogatott, az a 2014-es, és nem jutott ki a 2014-es világbajnokság, mint például a magyar is, és hát oda most ki kell jutni, de mindig reálisan kell gondolkodni, meg Csaba. A célokat reálisan kell kitűzni. Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, jó munkát neked, és akkor türelmet is kapsz, és majd figyelni fogunk. Köszönöm szépen, szervusz! Köszönöm szépen, köszönöm, hogy hívtatok.